kendővel védi gyermeke fejét ez az anyuka tikkasztó kánikulában. Még dél sem volt, amikor már 34 fokot mutatott a hőmérő hétfő Nyíregyháza szívében. Sokan az árnyékban próbálták átvészelni a legmelegebb órákat. Szükség is volt rá az év egyik legmelegebb napján, amikor is több déli megyére kellett kiadni a legmagasabb fokú vörös riasztást az Országos Meteorológiai Szolgálatnak. Legutóbb majdnem másfél éve volt ez érvényben, 2018 márciusában a hófúvás miatt kellett elrendelni. A hőségben az egyik leggyakrabban ismételt jó tanács, hogy ígyunk a szokásosnál több folyadékot, nem mindegy azonban, hogy mit. A folyadék szó az ebben az értelemben csak vizet jelent, ásványvizet. Felnőtteknek nem sört, nem bort, a fiataloknak nem energiaitalt, mert ezzel még csak tovább rontják a helyzetet, vagy pedig ilyen magas cukortartalmú koffeindús folyadékokat. Ilyen ne történjen. És akkor el tudjuk kerülni ezt a komplex hő és napfény ártalmat, mert ugye a bőr, az anyagcsere, a folyadékháztartás, az idegrendszer mind-mind ki van téve veszélynek ilyenkor. A legnagyobb veszélyben az idősek mellett a gyerekek vannak, közülük is a legkisebbek. Az újszülöttek és a csecsemők még nehezen tudják jelezni, ha baj van, vagy ha ez már észrevehető rajtuk, lehet késő. A gyakori folyadékbevitelük megvalósítható akár óránkénti szoptatással. Emellett a felforranás után lehűtött víz is sokat segíthet, ahogy 5-6 hónapos kortól a különböző gyümölcspépek is. A nagyobb gyerekeket érdemes fél óránként megkínálni vízzel, az optimális folyadékpótlás érdekében azonban mást is lehet nekik adni. Helyén való, akár 100%-os ivólé meghigítva vízzel, körülbelül fele-fele arányba, vagy több víz, mint ivólé, és az egy kicsit megízesíti, vagy egy pár sebb citrom bele abba a vízbe, már rögtön élvezhetőbb. Csak mondom, a cukrot nem kell, mert az egyáltalán nem hiányzik, és egy pici sót, hogyha belelopunk, ez vagy gyümölcsformájában benne van, ugye abban káliumklorid van, vagy egy kis konyhasót beleteszünk, az már sokkal jobb lesz. A napon hagyott felforrósodott járművekben 40 fokot meghaladó hőmérséklet is könnyen kialakulhat, így nincsenek könnyű helyzetben a volán mögé ülők. Különösen nehéz ebből a szempontból a szabolcsi buszvezetők dolga, akiknek munkaadója igyekszik a lehető legtöbbet megtenni az időszak átvészelése érdekében. Autóbuszvezetőink számára ebben az időszakban engedélyezett a formaruhától eltérő könnyített ruha viselése. Nem kell nyakkendőt hordaniuk természetesen, illetve rövidújjóink, rövidnadrág viselésére van lehetőségük. A telephelyeken szóda és italautomatákat üzemeltetünk számukra, akik pedig munkavégzés közben nem érintik az állomásainkat vagy telephelyeinket, azok vészére ásványvizet tudunk adni. Az utasokra is gondol a társaság, akiket szintén próbálnak segíteni. A nyíregyházi helyi közlekedésben valamivel jobb a helyzet, ott ugyanis a tavaly forgalomba állított légkondicionált CNG üzemű buszok teszik ki a járműállomány több mint felét, nyáron pedig a járatok mintegy 80%-ában ezek közlekednek. Természetesen meleg van az autóbuszokon, ilyen körülmények között mindenképp még légkondicionálás mellett is, hiszen az ajtók nyílnak, nem is beszélve a kevésbé korszerű járművekről, úgyhogy mindenképpen arra kérjük kedves utasainkat, hogy az utazásuk alatt feltétlenül gondoskodjanak a megfelelő folyadék mennyiségről. Az autóbusz állomásokon tudjuk azt biztosítani, hogy kérés esetén ivóvizet vételezzenek bármilyen mennyiségben. Látni, ahogy szinte hullámzik a levegő a forró beton felett. A legjobb, ha ilyenkor ki sem mozdulunk a szabadba, ha ezt mégis meg kell tennünk, ötözünk szellős nyári ruhákba. Amennyiben pedig ivókutat látunk, frissítsük fel magunkat a kánikulában. Kedden még egyébként marad a hőség, amely csak szerdán szűnik meg, aznap viszont jelentősen 10-15 fokkal is visszaesett a hőmérséklet. A drasztikus változás pedig nem csak a legyengült szervezetűekre, hanem az egészségesekre nézve is veszélyt jelent.